Sziasztok, kérlek, és ez itt a következő semmilyen vlog. Hú, tulajdonképpen elég rég vlogoltunk ismét, de én az elmúlt napokban azzal töltöttem így a szabadidőmből jó pár órát, hogy azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne már, hogy többet vlogolnék, mert én nagyon szeretek amúgy vlogolni, meg szerintem tudnám is úgy csinálni, mondjuk ha napi egyszer nem is, de mondjuk itt tudom én így egy hetente háromszor összehozni egy ilyen vlogot, amiben elmesélem mi van, vagy éppen elmenjünk valahova. Tehát ezeket mindig levlogolnám. Tehát itt én azt is levlogolnám, hogy elmegyek vásárolni. Vagy mit tudom én, adventi vásárba elmegyünk, meg mit tudom én, szóval értitek, így a napjaimba belevonnalak titeket nagyon szívesen, és tulajdonképpen erre ugye kell egy rendes kamera. Nem feltétlenül jó ötlet mindig ezzel a telefonnal mászkálni és ebbe beszélni, mert ezzel csupán az a probléma, hogy nem minthogyha annyira érdekelne, de azért kicsit mégis az emberek nagyon durván megnézik azokat az embereket, akik így beszélnek a telefonjukba, és én meg nem akarom. Tehát most itt állok a tükör előtt, és ha mondjuk itt külső szemben látom, hogyha valaki így beszél így a telefonjába, akkor hát... na, azért nem olyan jó dolog. Szerintem meg is van a győztes kamera, amit majd amire majd be fogok ruházni. Tulajdonképpen most 2 új kamerám lesz. Valószínűleg. Tehát ugye arra még össze kell spórolni a pénzt. Először is lesz egy új fényképezőgépem, ugye a Nikont szeretném eladni. Esetleg, hogyha valakit érdekel, az nyugodtan a leírásban linken megtalálja, szerintem be fogom rakni. És ugye egy Canon EOS 700D-t fogok a helyére vásárolni, ami tulajdonképpen csak azért van, mert azzal jobb videózni. Közben ettem egy mogyit. Ja, azért jobb videózni vele, mert például a kijelzője, és ugye kihajtható, hogy miközben videózol, láthatod magadat. És ez nem azért jó, mert láthatod magadat, és akkor nézheted, milyen zíp vagy, kis egoista köcsög, hanem azért jó, mert akkor látod, hogy mikor vagy fókuszba, mikor vagy nem fókuszba. Meg az is nagyon tetszik ebbe a 700D-ben, meg amúgy meg akartam mutatni, hogy amúgy itt van a kicsike. Az a baj, hogy nem nagyon látszik, mert itt most éppen szinte semmi fény nincs, mindegy, itt van, működik amúgy meg minden. Nincs vele sem probléma. Szóval nem azért adom el, mert szar. Nagyon jó fényképezőgép, videózásra nem a legalkalmasabb, de mindenképpen szerintem teljesen korrekt fényképezőgép, nagyon szép képeket csinál. Meg ennyi. Hát maga úgy látjátok a feladatos D2-ben is, most így szerintem az a legújabb ilyen videó, bár nem, hogy de szerintem. Ott is, amikor ugye a gép előtt ülök, vagy ilyesmi, akkor is ugye azt azzal vettük fel, vagy hát vettem fel. Szerintem ott látszik, hogy milyen szép videót csinál, amikor van az a, hogy felhívom a szomszédomat, hogy szexuális kapcsolatot szeretnék létesíteni a kutyájukkal. Ott látszik, hogy milyen szép videót is csinál a Nikon. És ugye ezzel még a YouTube elég sokat butít is, szóval higgyétek el, nem rossz fényképezőgép, de miért beszélek erről? Igazából szerintem azért beszélek erről, mert ez a semmilyen vlog. Azt hisz, já, bitte. Őszi szünet, bitte. Tulajdonképpen... ez az első tulajdonképpen volt? Biztos, hogy nem. Gyakorlatilag őszi szünet van. Vagy hát valakinek már pár napja, valakinek mától, valakinek hónaptól, mit tudom én, igazából ez iskola válogatja. Én meg itt kiabálok, és szegény Maja meg próbál aludni. milyen dolga van ennek a kutyának, betakarják, érted? Maja, nincs meleget. Sír, Maja. Jaj, mi vagy? Hát akkor szépen jó. Ja, nagyon jó. Szóval, az a helyzet. Ja, igen, őszintén, amúgy péles. Köszönöm. Szóval, na igen, ugye, őszintén igazából szerintem elmondtam a lényeget. Minden bizonnyal szeretnék több videót készíteni az őszi szünetben, mint eddig összesen októberben. Jó, mondjuk ez nem biztos, hogy összejön, de azért megpróbáljuk, azért megnézzük Dumikát is, jó? Hogy Dumikám, mi a helyzet szituáció? Ott a kitya is. Nagyon jó. Mi vagyunk, mi vagy? Térdet ajd előtte, vagy izé. Szia, Dumikám. Szia. Ott meg a kitya. Szia. Oké, kityát is meghívogatjuk persze. Na, az a helyzet, hogy igen, szeretnék egy kicsit aktivizálódni YouTube-on. Mit nyújtózkodsz? Szaros, Dumikám, szaros! Na, igen, szeretnék egy kicsit több videót készíteni. Fúj a szél, meg hideg van. Azt mondjátok, ősz van? Nem itt a volna. Igen. Szóval, és nem csak ugye szeretnék most, akkor gameplay-eket csapatunk, mint az atom, hanem azért szeretnék egy kicsit vlogolni is. Ugye a vlogolásban az a jó, hogy először is jobban meg tudtok engem ismerni, esetleg ha valakit érdekel, meg jobban bele tudlak titeket vonni a magánéletembe, azért ugye annyira azért nem megyünk bele, hogy mit tudom én, felveszem azt, hogy mit tudom én, elmegyek misére, nem megyek el misére már, itt tartottam végig, akkor már jó vlogoló vagyok, én jó vlogoló vagyok. Na, mi a Dumikám? Az a helyzet, menjünk be, mert rohadt hideg van. Hol vagy, Dum? Sőt, milyen szép kis papucsom van, ugye? Olyan Maja is felébredt erre, hogy kijöttünk a drámhoz, mert amúgy a Maja az hihetetlen féltékeny. Tehát, hogyha már oda mész az egyik kutya, mondjuk a Maja a drámhoz, hogy jó, szia, Dumi, akkor oda megy a Maja, és elkezdi rágni a drámot, és tök vicces, hogy mindig ilyen féltékenységi rohamja vannak, én meg most leülök. Alright, bitte. Először amúgy itt akartuk felvenni a Fannival, barátnőmmel a bimbozult kihívást, hogy tulajdonképpen itt ülünk, és itt valahol itt a kamera, és akkor itt csapatjuk, de végül a szobámban lett a felvéve. Úgy bizony. Szóval igen, szóval 2 kamerát szeretnék venni, ugye az egyiket elmondtam, hogy mire használnám, miért azt. Ja, meg még amúgy az is nagyon jó abban a Nikon, a Canon EOS-ban, hogy van benne ez az a automatikus fókuszállítás. Nem az az automatikus fókusz, hanem a folyamatos fókuszállítás. Tehát, hogy nem kell neked mindig megnyomnod a gombot, hogy fókuszálj be, légy szíves, hanem próbálj mindig keresni a fókuszpontot. Azt hiszem. Persze ennek van egy kis zaja, de hát ezért van nekünk mikrofonunk. Oké. Na, és a másik kamera, amit szeretnénk venni, az egy ilyen kis zsebkamera. Azt hiszem, így hívják, de mindegy, pocket camera. Tulajdonképpen nem tudom, hát kis kamera. Lényegében egy kis kompakt kis fényképezőgépnek néz ki. És még nem igazán döntöttem el, hogy melyik lesz abból, de így ez a Sony RX100 az úgy eléggé vonzó. Az ára az már annyira nem, tehát bitang drága. Tehát ugye minőségért fizetni kell, én meg minőségtelen videókat nem fogok nektek csinálni. Legalábbis próbálok mindig arra törekedni, hogy valamilyen szinten legyen élvezhető. Ha már a minőség nem, akkor a tartalom. De próbálom mind a kettőt felvinni, persze ez nem mindig jön össze, ezért elnézést kérek, de tényleg én nem szeretnék szart csinálni nektek. 10 perc megy ez a videó. Tulajdonképpen Így tulajdonképpen, de ez biztos, hogy nem a második volt. Mit akartam még mondani? Akartam még valamit beszélni arról, ja igen, ugye vannak ezek a kurva drága gépek, amik kellenek, de sajnos kurva drágák. Az a baj, hogy most ezt el sem merem mondani, mert egyből az lesz, hogy kunyizni fogok, de most leszögezem, hogy én nem kunyizni szeretnék, sőt, még nem is tudtok. Nem is tudtok engem támogatni, szóval miért kunyiznék. Mindegy, lényegében azon gondolkodtam, hogy egy ilyen, hát ez így nem áll meg, mi így mindjárt megoldjuk. Csak le ne burulj előre, léci, kérlek. Na, szóval nem lehet engem még támogatni is, hát volt pár videó, ami alatt kim volt az, hogyha szeretnél PayPal-on támogatni, akkor itt a PayPal címem. Egy embertől kaptam 500 forintot, tehát neki nagyon szépen köszönöm, de sehol nem mondtam, hogy létszik, ügyetek pénzt, meg hogy hú, most támogassatok, mert nektek csinálom, meg minden. Így lenne, de én nem fogok kunyizni, nem szeretnék. És van ez a Patreon oldal, ami tulajdonképpen olyan, mint a Kickstarter, tehát így tudsz támogatni egyes ötleteket, egyes videósokat, egyes zenészeket, olyan embereket, akik szerintetek megérdemlik, és tulajdonképpen természetesen arra forgatják vissza a pénzt, amire külditek nekik. Tehát például én most csinálnék egy Patreon-t, és mondjuk az lenne, amit én nem tudom, pár száz dolláros gól, ugye cél, hogy megvan a Sony RX100, meg ilyesmi. De persze nem merek én egy ilyet csinálni, mert szerintem ezzel egy hater hullám jönne, vagy nem is tudom, mert hogy azt fogják hinni az emberek, hogy én most nekiállok kunyizni, pedig nagyon nem szeretnék, meg nem is szeretném azt, hogy megveszitek nekem a kamerát, mert az úgy azért mégis, tehát fura ez a helyzet. Nem tudunk más csinálni, mint hogy várni, és akkor egyszer majd összejön rá biztos a pénz, és akkor tudunk nektek csinálni nagyon szép videókat, mert amúgy az az RX100, az gyönyörű videókat csinál, tulajdonképpen Full HD-ban 60 FPS-ben is tud pörögni, ami azért nagyobb, és ugye akkor itt az itthoni kis itthon ülök, vagy itthon csapatol a dolgokat, videókat, például ilyen bejelentések, nyereményjátékok, meg hasonlók. Akkor az fel lenne véve a Canonnal, illetve amikor vlogolnék, elmegyek ide, elmegyek oda, az meg felvenni a RX100. De ugye mivel én most szeretnék így komolyabban vlogolni is, de ugyanakkor nem szeretném a játékokat háttérbe szorítani, azon is gondolkodtam egyik éjjel, hogy lehet, hogy kéne nekem egy második csatorna, amin vagy csak a gameplayek, vagy csak a vlogok lennének. Ezzel az egy rohadt nagy baj van, hogy a mostani csatornámon minden van. Tehát ezen van minden. És hogy valaki mondjuk megnézi a semmilyen vlog 4-et, és akkor meg akar keresni a következő, vagy szeretném még ilyen videókat látni, akkor az nem biztos, hogy meg fogja találni a második csatornán. Ez a baj. Alright. Nem, ez a másik csatorna ötlet, ez el is vetettem, mintha nem is mondtam volna semmit. Nézzünk meg, mi van itthon, mert csinálni kéne valami reggelit. De hát 4 órája megy lassan a videó, szóval szerintem elköszönök. Pedig most úgy vlogolnék, de hát 4 órája megy a... Gyerekek, nem így működik ez a szituáció. Lehet, hogy szar videó lesz, lehet, hogy nem beszéltem semmiről. Hát... Ez, tudjátok, hogy nem is semmilyen vlog lesz, hanem az lesz. Lehet az lesz. Igen. Oké. Együnk már valami. Csináljunk meleg szendvicset. Oké. De majd Majd ha kikapcsolódom a dzsidzseket. Oké, akkor én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki esetleg ír hozzászólásban ötleteket. Találkozunk legközelebb is, áthozom bal közembe a kamerát. Én Lucky voltam. Sziasztok!